Színpompás népviseletben élőzenére adták elő koreográfiájukat a Bartina Néptánc Egyesület táncosai a szüreti felvonuláson, ami a szekszárdi szüreti napok leglátványosabb eseménye évtizedek óta. Civilek, néptáncegyüttesek és oktatási intézmények mutatkoztak be a közönségnek, és miközben felvonultak, táncoltak Szekszárd fő utcáján, felelevenedtek a születtel kapcsolatos hagyományok is. A műsort és a népviseletet, illetve az intézmények kreatív formációit idén egy zsűri is értékelte és honorálta. 50-50 ezer forinttal szeretnénk ösztönözni őket arra, hogy ne laposodjon el ez a szerintem Európában is egyedülálló színvonalú felvonulás, hanem gyakorlatilag minél jobban az őszi hagyományokat, a születhez kapcsolódó hagyományokat vonják be a felvonulásba, és legyenek kreatívak. Az óvodai kategóriában a Szekszárdi Gyermeklánc óvoda előadása nyerte el a zsűri tetszését. A középiskolák közül a Csapó Dániel szakközépiskola, a civil szervezetek, kórusok közül pedig a szekszárdi betyárok viseletét értékelte a zsűri idén. Több változtatást vehettek észre a fesztiválozók a születi napokon. Az egyik ilyen, hogy a sétáló utcában nem helyeztek el árusító helyeket. Sokkal szellősebb van el lehet férni az esti programok során is. Néha úgy érzik, hogy kevesebb ember van, de én azt gondolom, hogy nincsenek kevesebben, csak nagyobb a tér ehhez. Úgyhogy az a, hogy széthúzzuk egy kicsit, és átjárhatóbbá tegyük az a kezdeményezés, az sikerült és jól működik. A szüreti felvonuláson és az azt követő programokon Szekszárd korábbi polgármestere Kocsis Imre Antal is részt vett, aki szerint érzékelhető a Tolnai megyeszékely fejlődése, ami szerint a szüreti napok szervezettségében, kulturális színvonalában is tetten érhető, ahogy az infrastruktúrában is. Az ország egyik leglakhatóbb és legélhetőbb városa, és ami az utóbbi, a 8-10-15 évben történik, hogy az infrastruktúra is megváltozik, hogy a környezet tulajdonképpen olyan lesz, mint bármelyik nyugat-európai városban. Az idei születi napok legjobban várt fellépője Ákos volt, aki sohasem lépett föl még Szekszárdon. Az énekes dalszerző az elmúlt 30 esztendő dalait adta elő a hatalmas tömeg előtt. Ákos azt mondta, visszatekintve alkotói pályafutására kivételesen szerencsésnek mondhatja magát, mert beleragadt egy gyerekkori álomba, és azt sikeresen éli meg. Nem csak a rock színpadon nyújtott az elmúlt 3 évtizedben maradandót, de irodalmi alkotásai és színházi munkái is kivívták az elismerést. Az én sorsom egyik furcsa eleme, most komikus vagy tragikus, ezt nehéz eldönteni, hogy kicsit olyan, mint a tányérpörgető száma a cirkuszba, hogy mindig 12 tányér pörög a levegőbe, és az egyik mindig így el akar fáradni, és le akar bucskázni, és akkor oda kell ugrani, meg kell tekerni a pálcát alatta. Úgyhogy milyen együtt érzek a kínai tányérpörgető cirkuszi művészekkel, mert az én életem is bizonyos értelemben hasonló. A szekszárdi születi napokra idén több mint 70 ezeren látogattak ki.